5-7, 6-7, mennyi? Baj, úristen, na meséljen, 6 hónap az hosszú idő, mit tanult, kedves sírdogáló? Egy idő után nagyon nehéz visszamászni. Egy kisasszony megtanulta manipulálni a környezetét még jobban. Az orvosait úgy ott vezette meg, ahol csak akarta. Na, pszichiáterével maga őszinte volt. Vagy szelektált az infók között, amit elmondott neki, és van olyan, amit nem mondott el. Na, hány orvosával játszott eddig, mint macska zegérrel? Nem volt olyan sok. Na, abból a kevésből hányan? Az elsővel. Na, milyen érdekes. Látják, kedves hallgatók? Tehát, aki szegény szerencsétlennek látszik, ne felejtsék el, hogy a látszat az kifejezés, akik folyamatosan játszották, hogy a szegény szerencsétlen elesettet, miközben gőzerővel manipuláltak. Hány éves volt az a pszichiáter? Középkorú. Háj, csaj vagy pasi? Pasi. Tehát megszivatta a pasi tovább. Én hozzá sokáig, több mint 3 évig jártam. 3 évig szivatta, igen, tovább. Nem vette észre a pasi? Dehogy nem. És mit csinált? Röhögött rajta? Mármint kikén. De persze. És mit mondott? Nem sokat. Nem sokat? Igen, na és utána jött egy... Utána a szünet következett. Tényleg, aki manipulál 3 évig az pszichiátert, az gyenge? Gyenge? Lehet. Lehet? Tehát újabb kifogás, ugye? Csak, hogy ne kelljen felelősséget vállalni, ugye? Bújjon be az egérjükbe, kisasszony, nyugodtan. Jó nagy egérjükat kell. Utána kit manipulál? Utána a családomat. Utána a családját. És az orvosát? Nem. Jelenlegi orvosát manipulálja? Nem járok senkihez. Nem, miért nem jár? Rinyálni. Ezt szokta csinálni, nem? Sajnáltatni magát. Magának szegény szerencsét lenne. Nem de? Mit tanult fél éven keresztül a pszichiátrián? Hogy őszintenek kell lennem magamhoz. És? Megtanulta? Nem. Most sem tanulta, nem? Te be azt szerepelt, hogy gyenge vagyok, ja Istenem! Miközben kiderült, hogy x éven keresztül manipulálta a szülőket, a pszichiátert, és ezt egy gyenge ember csinálja? Ezt akarja nekem lenyomni a torkomon? Közös hallgatók, amit hallanak, ezt úgy hívják, hogy ezek az emberi játszmák feltörése. Mert nagyon sokszor ketté kell választani. Egy orvosi diagnózisnál, pszichiátri diagnózisnál van a betegségnek a diagnózisom, ami látszólag egy ismétlődő depresszió, látszólag, ha bár én nem nagyon hiszek benne, mert most képzeljenek el egy 22 éves mangalicát, mangalica súlyú valakit, aki nőként szinte sehogy nem valósítási problémái lehetnek, mert igazából kinéz az ilyenre. Nem tudom, hogy hányan, mivel hallottuk, hogy 3 éve igazából nem volt valaki, senki sem. Alkalmi kapcsolatok? Nem. Még az sem? Na jó, igazából hát kinézne magára így. Tehát nőként súlyos problémák, és ekközben ahelyett, hogy ő változtatna akármin, nem csinál semmit se, hanem takarózik a gyengesége mögé. Miközben állítólag tanulta, hogy őszintének lenni mit jelent. Hogy érzi magát, kisasszony? Feszültem. Mi?
mondja, mitől érzi magát, és az szegény feszültnek. Jó a szembesítés. Te mitől érzi magát feszültnek, kedves manipulátor? Hogy nem. Kisasszony. Pedig szerettem volna. Szerettem volna. Magának nem kell szomszédba menni nem kell a szomszédba menni az intelligenciáért. Van egy telefonálunk, de elnézést kérek, kedves telefonáló, ország legközelebb beszéljünk majd. Mert most van még 4 percem, és szeretnék még valamit kihozni ebből. Kedves kisasszony, mit kezdene ön a bűntudatával, hogyha szülei közül bárki meghalna, ne a Jóisten, de ebben a pillanatban? Hogy 8 éven keresztül baszogatta a lelküket, és nyomta beléjük a vasszeget. Nem tudom. Azt tudja, hogy ez valójában 2 ember felelőssége, a szüleié, hogy hagyják magukat. De kisasszony, van egy, amit ön nyom bele. És az ön felelőssége. Mert ahelyett, hogy a szülők büszkék lennének önre, mert nem azt néznék végig, hogy egy 22 éves lányuk hogyan gyilkolja szét magát, hanem lássák azt, hogy kölcsönös a szeretet, az egymás a figyelés. Maga Isten, hogy ítélkezzen? De haragszik rájuk, melyikre haragszik? Mindkettőre. Miért, kisasszony? Mert nem engedtek meghalni. Mi? Mert nem engedtek meghalni. Nem engedték meghalni, kisasszony? Ja, és az, hogy ön meggyilkolja kontrába a lelküket, ez nem érdekes? Egyik kutya másikebb? Tehát ez azt jelenti, hogy a kutya haragszik az ebre, mert az csahol. Hogy van ez, kisasszony? Ugyanazt csinálja, mint a szülei, miközben ön ítélkezik és haragszik rájuk. Ez hogy van? Hol van itt a jogalap ahhoz, hogy ítélkezik? Isten! Mit tenne a lelkismeret furdalásában? Jó esetben belemenekülnék a munkába. Meg az abálásba, ugye? Meg a sírdogálásba, meg az öngyilkosságba. Hát akkor már nem lenne ki, hogy visszatartsa, nem igaz? Tehát kisasszony, magára így azért van szükség, hogy én lássam végső soron, hogy hogyan nevezítsem én el a saját emberi méltóságomat. Ha belenézek önmagam tükrébe. Utolsó kérdésem, kisasszony. Mikor kért mindezért a sok gonoszságért, amit elkövetett?